legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik. Hát minden volt itt, ami a csövön kifért, erre várt az egész piac, főleg a Fed döntésről beszélünk. Itt van velünk a vonalban Prigl Máté Ervin, az OTP Global Markets üzletkötője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát mit üzent a Fed a piacoknak? Hát igazából a Fed lehetséges, hogy novemberben elkezdi csökkenteni az eszközvásárlási programját, de ugye ez még egyáltalán nem biztos, de igazából így a piacok szempontjából mindegy, hogy ez november, vagy december, vagy egy-két hónap csúszás, az most már szinte teljesen mindegy, és igazából a piaci reakció is viszonylag gyenge volt erre. Ami igazából szerintem érdekes volt így a Fed FOMC után, hogy egyenlő arányba kerültek azoknak az FOMC tagoknak a véleménye, akik úgy gondolják, hogy már 2022-ben kamatot kellene emelni, illetve a 2022 utáni kamatemelési várakozásaik is fentebb kerültek, tehát az úgynevezett dot plot is fentebb került, és igazából a piac egyáltalán nem reagált erre, nem látszik igazából sem a dollárban, sem igazából így a hosszú hozamokban nem látszik igazán ez a nem árazódtak át igazából az eszközök, a részvények sem csúsztak lefelé, részvények is felfelé mennek. Igen, sőt, egész jó kis kereskedés volt a tegnapi napon, bő 1% fölött a vezető indexek. De nyomjunk már ki egy pillanatáj, ez normális? Hát gyakorlatilag, normális. Gyakorlatilag tök mindegy, mi történik a világgazdaságban, mit mond a Fed, a piacok mennek fölfelé, mert annyi pénz van, hogy nem tudják hova tenni, megvesznek mindent. Ennyi. Igen, a történet. És ez szerintem nem jó így. Igen, az az igazság, hogy egészen addig, amíg hiába beszélünk arról, hogy csökken az eszközvásárlások mértéke, folytatódik igazából az eszközvásárlás, és úgy tűnik, hogy csak ez számít, hogy még mindig plusz likviditás érkezik folyamatosan a piacra, és önmagában az a tény, hogy tudjuk, hogy egyszer vége lesz, az nem befolyásolja az árfolyamokat. És ha mondjuk megnézzük a 2013-as taperinget, vagyis egész pontosan 14 januárjában kezdték el, ha jól emlékszem, ott is először volt egy piaci reakció, amikor elkezdtek beszélni róla, és bejelentették, de egészen addig, amíg nem ért véget. Nincs dátum. Folyamatos lecsorgás volt a hosszú hozamokba, egészen addig, amíg nem ért véget valójában az eszközvásárlás. Hát tegnap is ez volt, ugye az volt, hogy oké, határozottan utaltak rá, hogy ha a kilábalás ezen a pályán halad, ahogy megy, akkor majd lesz egy dátum, de ugye ez azt jelenti, hogyha a sorok között olvasunk, na még van idő. Igen, és nagyon is óvatos a Fed, és folyamatosan bemondja, hogy ha romlik a piaci környezet, ha a delta variáns miatt romlik a piaci környezet, ha újra lezárások kellenek, akkor ismét megnyitja a pénzcsapokat. Úgyhogy itt fogja a befektetők kezét, és húzza felfelé az részvényhár folyamokat, és tolja lefelé a kötvénykonzamokat. Jó, hát akkor ezt nagyjából kitárgyaltuk, akkor várunk a következők. Van még idő, lehet emelkedni, de akkor nézzük a másikat, mi történt a itthon. Magyar Nemzeti Bank. Igen, ugye a Magyar Nemzeti Bank viszont emelte az alapkamatot 15 bázisponttal, ami elvileg jól hangzik, de a piacon az elemzők 30 pontot vártak. És az overnight meg a depót és hitelkamatot is emelte 15 bázisponttal, illetve csökkentette a kötvényvásárlási ütemét is 10 milliárd forinttal hetente, úgyhogy illetve megígérte, hogy az FX swap piacon is euró likviditást fog biztosítani, tehát úgy tűnik, hogy a szigorodás egyértelműen a szigorodás irányába megy továbbra is az MNB, továbbra is kamatot akar emelni, de ennél sokkal többet várt a piac. Igen, épp ezt akartam mondani, mert hogy ők maguk is szigorabb dolgokat kommunikáltak. Ugye beszéltek, igen, kamatemelési ciklusról, meg Irgun-Burgun, meg hát ehhez képest ez egy kicsit, igen, ilyen óvatoska lépés. Sőt, ugye megemelték a 21-22-23-as inflációs várakozást is, tehát az MNB megemelte az inflációs várakozást, miközben a kamatemelés ütemét csökkentette. És igazából emiatt a forint egyébként gyengült is,
Érdekes, hogyha mondjuk Rádi összehasonlítjuk a zlotyival, akkor az látszik, hogy egészen addig, amíg nem volt MNB kamatdöntés, addig a forint, tehát volt egy gyengülőkör a régióban is, és a zlotynál erősebb volt a forint egészen addig, amíg nem jött az MNB kamatdöntés, és akkor ezt a hogy mondjam, előnyét ezt elvesztett a zlotyival szemben, és ugyanannyit gyengült így a szeptember elejétől kezdve a forint és a zlotyi körülbelül. Tehát látszik, hogy többet vártak az elemzők, elkezdték beárazni a forintba ezt, hogy akkor erősebb legyen, mint a zloty, de ez a várakozás nem teljesült be, és ezért gyengébb is lett. Hát ezek az elemzők mindig vagy többet, vagy kevesebbet várnak, mennek a maguk feje után a piac is, akármit csinálnak itt a jegybankárok. Igen, úgy tűnik, hogy végül a jegybankárok döntik el, hogy mi lesz. Oké. Na, köszönjük szépen, további jó munkát, szép figyelted napot. A Máté utolsó mondatát? Igen, igen. A jegybankárok döntik el. Még jó, hogy vannak választott politikusok, akiket azért választunk meg, hogy többek között a gazdaságpolitikáról is döntsenek, ehhez képest a jegybankárok, akiket nem választunk meg, azok döntenek a gazdaságpolitikáról. Fura világot élünk, nem? Hát ez messze menő filozófiai elmélkedésre. Bizonyám. Bemenni, ebben most inkább nem menj bele, ez csak baj. Az én írói munkásságom része, nem akartalak. Kidobált neked egy pár banánhéjat az András, és akkor szerencsére észrevetted. Rutinos. Jó, fia, igen, ügyes. De segítettünk volna egyébként. Én segítettem volna. Szép napot, jó kereskedést a mai napra. Jó hétvégét. Szép napot nektek is. Hello, hello. Prigel Máté Ervin beszélt nekünk, az OTP Global Markets üzletkötője. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli treasury rovata hangzott el. Itt van, megjött Schmidt Andi. Jó reggelt, tessék már belebugni a mikrofonba a kedves hallgatóknak. Ne gabajodj össze, folyton, ne péntekezzél. Folyton a körvet tekert magára. Ne. Nem jó, csak Schmidt Andi múlott, hogy ő András, most itt van, hanem egy Mercedesen is. Hadd bugjon. Mondom. Egy Mercedesen. Nem tudjuk azt, hogy... Nem, az rajta múlott. Ha rajta múlt volna, nem lennék itt. Igen. András Bága. Nem így volt a forgatókönyvben. Ez úgy volt, hogy amikor én azt mondom, hogy hadd búgjon bele, akkor azt mondja, hogy jó reggelt, és akkor utána kezdette. Ja, az a forgatókönyv. Igen, amit megbeszéltünk nem előre. Nem tudtam, ne haragudj már. Na hát ilyet. Mi történt, Andi? Semmi extra, szokásos reggeli őrület. Elém vágott. De hát az a típus, vagy az a... Igen, ezt nem tudjuk mondani a rádióba, igen. Na mindegy, elém vágott egy mercis az Attila az úton. Szó. Ha nem állok igen. meg, akkor most valószínű ott pereskedünk és hívjuk a rendőröket. Majd utána elém vágott, megálltam, majd utána még, jó, mindez persze index nélkül. Természetesen. Aztán utána még egyszer index nélkül egy 50 méter múlva leparkolt. Az is... És az egész úgy kezdődött, hogy reggel leesett a fürdőszoba szekrény. Mind a kettő Mercedes volt? Ma Mercedes ez ugyanaz volt. Ez ugyanaz az autó volt. Ja, értem. Ugyanaz. Leesett a fürdőszoba szekrény. Akkor átszólt. De így aludtatok mégis? Nem. Én már a fürdőbe voltam, és ráadásul nálunk aludt Olivér egyik barátja. Úgyhogy most azon örültem, hogy nem mondjuk este zuhanyzás közben így a kádba besik. Nekem képzeld el, hogy egyszer a könyves polcom szakadt le, de az ilyen egész falat beborító volt, és én arra ébredtem... Azt feltételező, hogy sok könyve van. Túl sokat pakoltál. Nem könyvek nem. vannak rajta, hanem ez a... Kütyük. Na mindegy, és én... Kis szobrocskák. Nem. Azok ilyen, igen, gladiátor és indián szobrocskák. Meg érmek, kupák. Nincsenek érmek. Kettő érmem van. Egy evezős versenyről, meg az Ultra Balatonról. Én nem vagyok egy ilyen tradicionális sportember. A gladiátoroknál nem érmet osztanak, hanem túlélésre játszunk. Hanem életet. Nézd meg ezt a pólómat. Néztem már. Aha, nagyon jó. Na ezt most mind megbeszélitek a szünetben. Szegény nem tudta elmondani a polcról sztorit. Nekünk itt állnak vendégek. Engem álmomba. Nagyon durván. Jézusom. És képzeld el, hogy így felugrottam, és már a szoba közepén álltam harckészültségben, mire felébredtem. Tehát, hogy az nagyon tanulságos volt. Ja, de azt nem hittem, hogy valaki... hanem csak a nem, lakásban. Csak a szomszéd szobában, és azt hittem, hogy valaki bejött, és én erre a nagy robajra így
felugrottam, hogy most azonnal széttépem, aki bent van a szobába, és eltartott néhány percig, mire rájöttem, hogy senki. Tépegeted a könyveket? Igen. Csak a könyvek. Jövünk vissza, és természetesen sokkal komolyabb témákkal foglalkozunk. Először Schmidt-Andi hírei, aztán utána jövünk, és a 4IG technológiai fórumról fogunk beszélgetni, ahol fókuszban van az ipar és a kiberbiztonság. Nézd a Millás reggeli adásait,